A különféle híradásokban, de a bulvár médiában is egyre többször foglalkoznak az időjárási anomáliákkal, szélsőségekkel és a klímaváltozással. A gazdaságilag meghatározó országok komoly összegeket költenek klímakutatásra, ugyanakkor továbbra is megy az egymásra mutogatás azzal kapcsolatosan, hogy ki az okozója a jelenségnek. Az vitathatatlan, hogy egyre extrémebb időjárási jelenségek fordulnak elő, melyek sajnos nem kímélik szűkebb hazánkat, a Kárpát-medencét sem. Benne vagyunk az éghajlat változásában, minden adat mutatja, hogy a hőmérséklet emelkedik, és sok minden más dolog elmozdul. Az már csak 90%-os bizonyossággal állítható, hogy ennek az ember az okozója. Tudományosan mérlegelik az érveket, modellszámításokat, és ez jön ki. Annak még kevésbé vagyunk a birtokában, hogy a szélsőségek hogyan módosulnak. Az biztos, hogy a változás irányába eső szélsőségek szaporodnak, tehát a meleg szélsőségek nyáron, az enyhe telek, ritkulnak a -20-25 fokok. Egyértelműen szaporodnak az aszályok, tehát a hosszú száraz periódusok, de ezzel együtt a rövid ideig tartó nagy csapadék mennyiséget hozó események is. Természetesen ez a változás mindent és mindenkit megvisel. Szenvednek az állatok, a növények és az emberek is. Egyetlen lehetőségünk van az alkalmazkodás. A szélsőségek komolyan érintik az épített környezetet is. Ezen a területen is alkalmazkodnunk kell, ha meg akarjuk óvni épületeinket a természet csapásaitól. Erre már az új épületek tervezésénél gondolni kell. Azt tapasztaljuk, hogy valahogy teljesen más az időjárás most, mint néhány évvel vagy néhány évtizeddel ezelőtt. Bár azt is tapasztaljuk, hogy ezek ilyen ciklikusan visszatérnek. Tehát mindenképpen ezeket a válaszokat a tervezőknek meg kell adniuk. De ez nem kifejezetten építész terület, hanem ez minden szakágnak a területe. Statikát érinti, és egyéb gépészeti, gépésztervezői és egyéb szakágokat is. Tehát mindenképpen egy épületnél meg kell oldanunk a téli-nyári hőszigetelés kérdését, a megfelelő hővédelmet az épületünk számára. Erre ugye számtalan megoldás és anyag létezik, azonban azt mindenképpen meg kell jegyezni és tudnunk kell, hogy az anyagok, a hőszigetelő anyagok paraméterei, tulajdonságai között lényeges különbségek vannak. A hagyományos polisztirol termékek mellett egyre nagyobb teret hódítanak a grafit adalékkal dúsított táblák, melyek a fokozott hőreflexiós képességük miatt 30%-kal jobb hőszigetelési tulajdonsággal rendelkeznek. Természetesen nem csak a falakat kell védenünk az extrém hideg vagy meleg ellen. A ház egyik legsérülékenyebb része a tető, melyet nem csak hő és víz szigetelni érdemes, de a tetőfedő anyag és a szerkezet megfelelő kiválasztásával is tennünk kell az időjárási anomáliák ellen. Megnövekedett a szélterhelés, hóterhek, szélsőségesek az időjárási körülmények. Ez tetőben azt jelenti, hogy sokkal nagyobb figyelmet kell arra fordítanunk, hogy vízzel szemben, vízárosság szempontjából milyen megoldásokat használunk. Ma már komplet rendszerekben tudunk gondolkozni, mondjuk tetők esetében. Az anyagokra föl vannak kasírozva azok az alátétfóliák, fedőfóliák, amik meggátolják azt, hogy nedvesség jusson be. Régen a tető úgy nézett ki, hogy egyszerűen felrakták a cserepet, a gerincet és kész. Gyakorlatilag ennyi volt régen a tető. Ma már ez teljesen átalakult, mert ez úgy néz ki, hogy különböző kiegészítő rendszereket alkalmazunk ahhoz, hogy az extrém időjárásnak megfeleljenek ezek a tetők. Gondolok most a hó megfogására, gondolok most a különböző csapadék bejutására, illetve a villámvédelemre. Magyarország azért olyan helyen van, és olyan időjárási körülmények között, ahol mindenre figyelni kell. Figyelni kell a nyári nagymelegre, figyelni kell a téli hidegre, és nem csak erre, hanem azokra a fagyási ciklusokra, amelyek egy tél idején bekövetkeznek, és nagyon igénybe veszik a szerkezeteket. Tenni való tehát akad bőven. Klímakutatónk véleménye szerint azonban nem elég az épületek védelmének, statikájának megerősítése. Hiszen épülhet bármilyen erős ház egy olyan partfalra, amelyet elmoshat egy folyó áradása, a víznek nem okoz majd problémát az épület elpusztítása sem. A természettel nem szabad újat húznunk, hanem meg kell tanulnunk szimbiózisban élni vele.